A múlt hét egyik legérdekesebb híre az volt, hogy kiemelték a Tisza medréből minden idők legnagyobb magyar folyami gőzösét, a Szőke Tiszát. Ez volt az a luxus hajó, amely túlélt két világháborút, a szocializmus 40 évét, viszont nem sokkal élte túl a rendszerváltást. Addig rohadt egy szegedi kikötőben elhagyatottan, amíg el nem süllyedt. Pedig ha van olyan műszaki emlék, amit érdemes lett volna megmenteni, az pont a Szőke Tisza. Magánemberek vették a fejükbe, hogy pénzt, időt, vagyis pontosítók, rengeteg pénzt és rengeteg időt beleölve megmentik ezt a hajót a végleges pusztulattól. Íme egy történelmi és műszaki kincs újjászületésének órái felgyorsítva. Így került a partra a víz mélyéről minden idők legnagyobb magyar folyami gőzöse, a Szőke Tisza. Pontosabban az, ami megmaradt belőle. Mert hogy a hajdani luxus hajó ma már csak egy tehetetlen roncs, amely ránézésre nem több egy halom ócskavasnál, és amelyre már rámenni is életveszély. Minket most mégis felengedtek a fedélzetre, mégpedig az új tulajdonosok egyike Portás Csaba, aki életcéljának gondolja a hajó megmentését. Én 2000-ben a Rádai Mihálynak a egyik műsorában, az Unokáink sem fogják látni című műsorban láttam először ezt a hajót, erről pár képet, és akkor az egyik barátommal elkezdtük felkutatni, hogy hol is található ez a hajó, hogy néz ki, milyen állapotban van. A hajós kapitányi végzettséggel is bíró férfi szerint, ha akkor megvehették volna a Szőke Tiszát, akkor ma nem így néz neki. Ezek igazolásaként íme 2005 körüli képek. Jól látható, hogy a hajótest ugyan kopott, de teljesen egyben van, vagyis menthető, felújítható. Ma viszont elkeserítő a helyzet. Amit most látunk, tulajdonképpen ebből a hajótestből, hajószerkezetből nagyon kevés része maradna meg. Én azt mondom, hogy 80-85%-a a mostani állapotnak el fog tűnni, és egy teljesen új vasszerkezet a régi mintájára fog megépülni. Most pedig ugorjunk vissza egészen 1917-ig. Még javában tart az első világháború, de a negyedik Károly nevű folyami gőzöst vízre bocsátják. Nincs ennél nagyobb és díszesebb hajó akkoriban Magyarországon, ilyen volt a belseje. A legjobb mesterek által készített faragványok, intarziás bútorok, fantasztikus díszlépcsősor jól láthatóan gazdag uraknak és hölgyeknek készült. Ez a mozgó panoráma kép pedig már 2010 körül készült ugyanott. A hajó már kiürítve, de a belső ekkor még menthető, csak gondos kezek és pénz kellene hozzá. Még a díszlépcső is megvan, sőt a faragványok is a helyükön. Ez pedig ugyanaz a hely egy évtizeddel később, vagyis most. Már semmi nincs meg a korábbi díszekből, csak a rozsdás hajótest maradt. No meg néhány megmentett tereke, olyan, amit Illés Tibor szegedi újságíró kolléga hozott el a roncsról. Ez a díszes faragás a hajóról származik, honnan konkrétan? Ez gyakorlatilag ez egy eredeti darab, és ugye ebből több is volt ezen a hajón. Ez a főső, úgymond éttermi résznek a oszlop fő burkolása szolgálta. Ugye ez egy vas csövek tartották ezt a főső részt. Ennek a vas csőnek az alján volt ugye ez maga ez az oszlop rész, az oszlop fők pedig fönt ugye a mennyezeti részen. Vagyis a kezemben tartott fadísz több mint 100 esztendős. Ezen oszlopok valamelyikén volt 90 évig, egészen addig, amíg a hajót el nem adták egy bocskavas kereskedőnek. Ott ugye nyilván a bontást végzőknek a vasanyag volt a lényeg, az érték, nem ez a faanyag, és hát hogy én ezt tőlük elkértem, hiszen ez gyakorlatilag pótolhatatlan. Ha a Tibor nem kéri el ezeket a faragványokat, akkor már régen eltüzelték volna mindet. Így viszont legalább van mintadarab, ami alapján újakat lehet készíteni az új Szőke Tiszára. És szerencsére megvannak a panoráma képen látható díszlépcső kovácsolt vas korlátai is. Ezeket védetnek nyilvánították, így a vaskereskedők nem tudták elvinni. A tápélyi hajógyár egyik csarnokának szegletében várják a szebb jövőt. Az állapotuk jó, bármikor visszaépíthetőek. Maga ez az oszloprész, hogy amikor megsüllyedt a hajó, akkor ez nagyon sokáig vízbe állt. Tehát erről ugye lejöttek a festékek, ugye ez azért egy picit ugye meg lett újítva, és ugye mennyire érdekesek az akkori mesteremberek, ez gyakorlatilag ugye két darabból áll, és egyszerűen rá lehetett tenni az oszlopra.
A folytatásban újra egy kis történelem, ami igazolja, hogy legendás jármű ez. Negyedik Károlyként bocsátották vízre, de az utolsó magyar király trónfosztása után át kellett keresztelni, így lett Sas, majd Szent Imre. Ezen a néven élte túl a II. Világháborút, amikor is elvitték a németek, majd felügyelték az amerikaiak, végül a szovjetektől kaptuk vissza a többi megmaradt dunai hajóval együtt. Mivel mindközül ez volt a legnagyobb, Szmiridov tábornok ezen mondta el a visszaadó beszédét. Amikor a gőzös az újpesti rakparton felsorakozott 45 hajó előtt megállt, Szmiridov altábornagy ünnepélyesen átadta a hajókat Gerő Ernő közlekedésügyi miniszternek. Meg valószínűleg adott egy jó tanácsot is, mégpedig azt, hogy a legnagyobb magyar gőzös neve csak ne Szent Imre legyen már egy szocialista országban, meg is kapta új nevét, onnantól felszabadulás lett egészen a 80-as évek elejéig, amikor is átkeresztelték Szőke-Tiszára. Amúgy a szovjeteknek annyira fontos volt ez a hajó, hogy még az új százpengős hátuljára is ezt nyomatták a cirilbetűs feliratok mellé. Milyen szépen kilátni a túloldalon. Bánsági Ferenc egészségi állapota miatt nem tudott eljönni velünk Szegedre, így az utolsó még létező magyar tengerjáró hajó a Kassa fedélzetén találkoztam vele. A férfi majdnem 20 évet szolgált géptisztként, majd gépüzemvezetőként a hazai gőzösökön, a többi között a felszabaduláson, vagyis a későbbi Szőke-Tiszán is. Na most elárulok egy nagy titkot, hajósok között ennek a hajónak csak Dulás a neve. Miért? Hát mert felszabadulás nevet kapta, és abban a névvel hajózott a legtöbb. A név csendes tiltakozás volt a rendszer ellen. A hajósok között járta az a vicc, hogy a három legnagyobb tragédia, ami ért bennünket, a tatár dúlás, a török dúlás és a felszaba dúlás. Ha a vicc rossz is volt, a gőzöst szerette a személyzete. Azt mondhatnám, hogy világon egyedülálló módú építésű kazánok voltak benne. Kettő darab kazán volt, mind a két végéről fűthető tüzelőcső, 8 tüzelőcsővel, és ez körülbelül olyan 40-45 köbméter meleg vagy forró vizet párologtatott. Vagyis a hajó fűtőrendszerében egy időben 40-45 ezer liter víz keringett, hatalmas mennyiség, nagyon komoly gőzrendszer kellett hozzá. Itt kapták meg annak idején a kerékállásból a parancsot, sajnos a parancs adó készülék az idő folyamán már eltűnt. Bár kissé féltünk, azért lemerészkedtünk a vízből mentett hajó gépházába. Itt található a háromhengeres kompont gőzgép, ami európai szinten is egyedülálló. Én azt gondolom, hogy emiatt már érdemes volt a hajót kiemelni a hullámsírjából. Ha ez a gép megmenekül, felújítodik, bemutatható állapotba lesz, akkor már nyertünk. A berendezés javarésze megmaradt, sőt az öntvényeknek a víz sem ártott sokat, alig hanem ez a szerkezet a hajó legjobb állapotban megmaradt része. De most újra történelem. A felszabadulás 1976-ig járta a Dunát, állítólag akár 1000 ember is elfért rajta. Például ezzel mentek a budapesti fiatalok Sztálinvárost építeni. A Tisz megalakulásának első évfordulóján indul Dunapentelére a tanulóifjúság első csoportja, hogy a nyár folyamán részt vegyenek a Dunai Vasmű építésében. Ekkor már nem volt luxushajó, hiszen a cél az volt, hogy minél többen elférjenek rajta. 8 ágyas kabinok voltak, volt a hölgyeknek szekció, a férfiaknak, és a felső fedélzeten hátul egy viharálló sátorpony alatt ott is voltak ágyak, és ott utaztak az emberek. Ezen a megmaradt ajtón lemerészkedtünk a hajdani kabinok helyére, bár ez nem volt veszélytelen vállalkozás, hiszen ez a rész 8 évig a víz alatt volt. A berendezés természetesen már nincs meg, de néhány ajtó és kajut ablak túlélt mindent. Sőt, az egyik kabinban még egy kézmosóra is bukkantunk, amely természetesen tele volt iszappal. Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a hajó 10 perc múlva indul. Mikor adta oda bennek a kulcsot? Ezen a hajón forgatták 1967-ben a Kártyavár című filmet. Ebben még jól látható a díszlépcső épp úgy, ahogyan a szalon is. Jól tette, hogy ide feljött. Azon a helyen pedig, ahol Kálmán György leült Törőcsik Mari mellé, most konkrétan semmi nincs. Ha csak nem számítom valaminek, a beszakadt padlót. A film készítői közül amúgy többeket felhívtam. Te meg az öregasszonyt is. Az egyik főszereplő Bodrogi Gyula úgy emlékezett, hogy sokan lettek rosszul a hajó folyamatos hullámzásától. Az operatőr Hildebrand István pedig azt mondta, hogy a pazar külső miatt olyan érzése volt, mintha nem is hajón, hanem egy kastélyban forgatnának. A gőzösnek megvolt a maga romantikája.
feleségem tudná mondani, hogy mennyire romantikus egy ilyen gőzhajózás, gőzhajós. Csak nem utazás. Ott ismerte meg, vagy nem ott udvarolt? Úgy jöttünk össze, hogy meg szerette volna nézni a gőzös gépházát. És hát én éppen a pihenőidőmet töltöttem, és akkor kimentünk oda, és... A többi már kitalálható, azóta is együtt vannak. A gőz illata tette őket egy párrá. Amúgy nem csak romantikus, hanem gyors is volt a luxus gőzös. Akár 22 kilométert is megtehetett óránként. Ezzel ma is ott lenne a legjobbak között. Na de hogy lett az úszó kastélyból víz alá merült roncs? Úgyhogy mindenki csak beszélt a megmentéséről, de senki nem csinált semmit. A szőke Tiszát utoljára 1957-ben újították fel. Jó 20 évvel később került már álló és mulató hajóként Szegedre. Elég drága diszkó volt, szinte ilyen különböző amerikai filmekben lehet látni, hogy úgy lehetett bemenni szinte, mint ott is a diszkókba, hogy gyakorlatilag kihalásos alapon lehetett bemenni. Nappal viszont normál étterem hajóként is szolgált. Állítólag nagyszerű volt a konyhája, éjjel viszont csak a gazdagok és a bátrak merészkedtek be a diszkójába. Főleg a Szegeden tanuló arab fiatalok, meg a határ túloldaláról érkező szerbek. Sűrűn voltak verekedések, sőt 1990-ben még gyilkosság is történt, egy szerb karatemestert szúrtak le. De végül nem emiatt, hanem a hajó állapotának romlása miatt zárták be a diszkót, és mondtatták el 2000-ben a tápélyi öbölbe, ahol még 12 évet állt, majd elsüllyedt. Közben volt vagy 4-5 tulajdonosa, akartak belőle múzeumot, luxusgőzöst és szállodát is csinálni. Sosem volt annyi víz az öbölben, hogy teljesen ellepje a magyar Titanicot, de kiszedni mostanáig nem tudták. Ezek a képek 2013-ban készültek, amikor megpróbálták kiszivattyúzni a hajótestből a vizet. Sajnos nem sikerült. Az állam nem akarta megvenni a hajót, Szeged meg nem akart rákölteni, így eladták ócskavasként. Az új tulaj meg vágott, amit ért. Így tűnt el a felépítmény. A hajótest csak azért maradt meg, mert a víz alatt nem tudták szétvágni. A roncsot azután a hajózásért alapítvány vette meg, és vontatta a partra elképesztően leleményes módon. Interneten láttuk először ezt a felfújt balonnal való sólyázási technikát. Ezt alkalmaztuk ebben az esetben is. Ugye hatalmas földmunkát kellett végezni, hogy itt meglegyen maga a sólyapálya. Ezeket a balonokat egyedileg gyártotta a Mahard Kínában. Ezek 10 méter szélesek, kb. Másfél méter átmérőűek. Egy balonnak a terhelhetősége az olyan 80 tonna. Igen, jól hallották, ezek a gumilufik 80 tonnát is elbírnak darabonként. Gyakorlatilag most is mozdulatlanul áll rajtuk a hajótest. Egyébként a kiemeléshez 15 ilyet kellett venni. Szóval a hajót most már a víz nem roncsolja tovább. Egyelőre elácsoroghat itt az öböl partján. Ha egy kicsit zilált a külsőm, akkor ezúton kérek elnézést, de hát az a helyzet, hogy órák óta dagasztjuk itt a sarat, álljuk a szélvihart, és egy dologról még nem beszéltünk, pedig fontos. Mégpedig arról, hogy körülbelül mennyibe kerülne ennek a hajónak a felújítása. Ezt pontosan még senki nem tudja, de van egy olyan kalkuláció, hogy meg fogja haladni a 2 milliárd forintot. A tulajdonosok azt egyelőre még nem tudják, hogy honnan fogják ezt a pénzt előteremteni, de az biztos, hogy mindent megtesznek azért, hogy a szőke Tisza újra olyan legyen, mint régen, vagy majdnem olyan. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Zoli már itt van a stúdióban, szervusz Zoli, nagyon megörült neked Karcsika, igen, már egyből oda közelített hozzád, és követeli, hogy simogassad. Ugye azt mondta Portás úr, aki ugye meg szeretné menteni a hajót, azért megütötte a fülemet, hogy benne maradt a fülembe, hogy ez neki az élet célja. Nem is lehet ezt másképpen ezt csinálni, nem? Ezt csak megszállottan lehet, igen, csinálni, és ő ráadásul nem egy ilyen régi hajót mentett már meg társaival együtt. Igen, tehát ők, ez a többedik? Például ez a Kassa nevű hajó, amin ugye nyilatkozott a gépüzemvezető úr, ami most a Dunán van itt a parlamenttel szemben, annak a megmentésében is vastagon benne volt, meg a Neszmében horgonyzó hajók közül is többében, plusz a Lajta Monitor, ami ugye szintén a parlament előtt áll nyaranta, annak a megmentésében is benne volt. Úgyhogy ő már ezt gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy már így egymás után mentegeti a hajókat. Fantasztikus, különben tényleg lenyűgöző. Különben mit éreztél te, aki ennyire vonzódsz mindenhez, ami régi, meg mindenhez, aminek van egy
kicsi történelme, vagy nagy történelme. Mit éreztem, amikor lementél a hajótestbe? Azért az varázslatos volt, nem? Igazából, akármennyire szét van rohadva ez az egész. Igazából nekem nem is maga az a fém tömeg volt, ami tetszett, hanem amikor elkezdtem kutatni utána, hogy milyen múltja van. De akkor ebben a hajóban benne van a 20. század. Tehát Ferenc Jóska rendelte meg, elvitték az oroszok, visszaadták, elvitték a németek. Átveszem Karcsikát, még teljesen. Átveszi az uralmat. Keresztelték. Tehát gyakorlatilag, amikor valami változás volt a politikában, az a hajón lenyomatot kapott. És ez így volt egészen a rendszerváltásig, amikor meg, hát sajnos nem lenyomatot kapott, hanem léket tulajdonképpen. És Anditok, az órára van még egy icipici időnk, aztán majd folytatjuk a Facebook live-ot, de szerinted ezt a hajót meg lehet menteni? Így tévén keresztül szerintem, vagy laikusként? Hát nem tudom, rettenetes állapotban van. Ez ugye azt mondta a Portás Csaba, és én műszakileg nem értek hozzá, hogy vannak olyan alkatrészei, amiket meg lehet menteni, viszont ezt a fém szerkezetet, amit most láttunk, az gyakorlatilag majdnem teljes egészében le kell cserélni, mert az már... Óriási munka, rengeteg pénz. Mennyi pénz? Hát 2 milliárd körülére becsülik, tehát... Igen. Ha engem kérdezesz, hogy mennyi pénz a Földön nincs, de hát sok olyat láttunk már, amikor kiderült, hogy van.